A bajnoki rajtra készülnek a MÁV FC focistái, a tavalyi kieső csapatból csak páran maradtak hírmondónak, a fiatalabb labdarúgókat és a rutinos Papp Szilárdot leszámítva senki sem maradt a kék-fehér klub kötelékében. Éppen ezért nem volt könnyű dolga a Tóth Tibor vezette edzői stábnak, szinte az alapokról kellett felépíteni a csapatot. Szépen lassan, fokozatosan tudtuk ezeket a fiatalokat beépíteni, meg is látszott a teljesítményükön, mert a végén határozott fejlődést tapasztaltunk. Nagy segítségünkre volt a Simon Attila, egy rutinos gólkirály érkezése, valamint a Tisza Kálmán visszatérése. Simon Attila a 2013-2014-es szezonban a Paks játékosaként lett az NB1 gólkirálya, 18-szor vette be az ellenfelek kapuját, most a MÁV FC színeiben lőné számolatlanul a gólokat. Olyan együttesbe szerettem volna igazolni, ahol maximálisan számítanak rám, ezt Földi Sándorral vettem fel a kapcsolatot, illetve ő megkeresésére mondtam végül is igen, de ezt éreztem igazából olyannak, hogy tényleg teljes messzességgel mellettem vannak és szeretnének. Azt gondolom, itt minden feltétel adott ahhoz, hogy visszajussunk a másodosztályba. Nyilván ez így nincsen kimondva, de én azt gondolom, hogy azért nekünk úgy kell minden meccsen fellépni, hogy ezt nyomatékosítani kell az ellenfelekbe, főleg hazai pályán. Úgyhogy tényleg bízok abban, hogy ez egy nagyon sikeres szezon lesz. A csapat június 20-án kezdte a felkészülést, több edzőmeccset is lejátszottak. 3 hete sikerült kialakítani a keretet, mondta Ulvicki Attila. Bár még lehetnek érkezők, de közel véglegesnek mondható a kék-fehérek játékos állománya. Az első tétmeccs szombaton jön 17 órakor, a Salgótarjánt fogadják a mieink. A Nógrádiak a megyei első osztályból érkeztek az NB3-ba, bár az osztályzót elbukták, de a visszalépések miatt vállalták a harmadosztályt. Az edzőik a már nálunk is ismert Vág Attila. Rutinos játékosokkal erősítettek. Kicsit azért még fekete ló, első forduló. Igaz, feltérképeztük őket, de azért nem lett más célunk, csak a győzelem. A találkozó szombaton 17 órakor kezdődik a Tiszaligeti stadionban.